sportosat. Irodónk vendége Kis László labdarúgó edző. Szervusz, üdvözöllek! Jó estét kívánok! Az, hogy most tudunk itt beszélgetni, az egy kisebb fajta csoda nekem, mert ugye hát te kimentél Kanadába. Szerintem 8 hónapot le is húztál ott. Igen, igen. És ha minden igaz, akkor esik egy átutazóba vagy most itthon Magyarországon, aztán megint mész vissza. Hát én is köszöntöm a kedves nézőket, boldog új évet kívánok mindenkinek, aki az idejéből pazarol ránk egy kis időt. Hát igen, 8 hónapot voltam kint most Torontóba, és két dolog miatt mentem tulajdonképpen ki. Az egyik a saját magam tanulási vágyát akartam kielégíteni azzal, hogy még megnézem, hogy mit, hogyan csinálnak Amerikában, ugye ezeken a területeken, ami a futballhoz kapcsolódik. A másik pedig az volt, hogy van Torontóban egy magyar csapat, egy szintiszta magyar csapat, aki egy non-profit szervezetként működik, és aki megpróbált egy más közösségi formát kialakítani a magyarságnak a futballon keresztül. Hát a tanulási részét azt hiszem maximálisan meg tudtam csinálni, sok rengeteg új dolgot láttam, tapasztaltam. A másik részét, hogy a magyaroknak csináljunk egy közösségi formát, egy új közösségi formát, ott sajnos azt hiszem, hogy nagyon nagy veszteséggel végeztem a munkámat. Tudni nem fogtak össze a magyarok. Hát ez csak egyik része a dolognak. Tudni kell, hogy ott van 3 ember Torontóban, Horváth Adalbert és a kedves felesége, Péter Peti és a felesége, és Deák László, aki minden idejét arra használja fel, hogy a szintiszta magyar csapatot valamilyen formában életbe tartsa. És én, amikor eljöttem, akkor hihetetlen nehéz körülmények között kell dolgozni, hihetetlen nehéz körülmények vannak Kanadában. És mikor én hazajöttem, akkor én úgy jöttem az, hogy mi megnyertük a bajnokságot, abban az osztályban, ahol játszottunk. Melyik osztály ez, hogyha? Hát nem tudom megmondani, majd később válaszolok, uh-huh. Nem tudom megmondani, milyen osztályban. Ha a csapatok erejét nézem, akkor egy NB3-szerű csoportban játszottunk mi. És amikor én hazajöttem, úgy jöttem az, hogy mi megnyertük a bajnokságot, ugyanis 18 meccsből 14-et játszott a csapat velem, ott 13-at megnyertünk, egy volt döntetlen, 84-14 volt a gólkülönbségünk, és én úgy jöttem el, hogy mi vagyunk az elsők. De közben egy 8-0-ra megnyert mérkőzést, meg egy 5-3-ra megnyert mérkőzést megóvtak valamiért, nem tudom, uh-huh. És végül elvesztettük, de én akkor már nem voltam ott, és így úgy azt az értesítést kaptam, hogy nem nyertük meg a bajnokságot, hanem másodikok lettünk. Ez is mutatja, hogy milyen gyenge lábokon áll ez a mi kis magyar csapatunk. Hát mindenki magyar a csapatban? A mostani csapatban egy erdélyi fiú kivételével mindenki magyar volt, igen. Ezek már régóta kint élnek? Régóta kint élnek, igen, régóta kint élnek, voltak, akik most jöttek ki egy páran, de azok is hazajöttek, hogy vége lett a bajnokságnak. Úgyhogy az a rengeteg munka, amit az a 3 ember, megérdemlik, hogy elmondjam a nevüket, Horváth Adalbert, Péti Peti és a Deák Laci, amit ott művel ezért a csapatért, a szívet melengető. De hogy mégis volt valami jó ebbe az egy évbe, vagy 8 hónapban az, hogy a csapatot meghívták a most alakuló kanadai profiligába játszani. No. Ami azt jelenti, hogy egy NB3-as, az itthoni NB3-as csapat költségvetésének megfelelő összegből lehetne működtetni a csapatot. Természetesen más szinten, mint számás színvonalon, mint ahogy idáig. És azért is jöttem haza előbb, hogy próbáljuk meg itthon találni valami olyan szponzorfélét, aki valamilyen üzleti kapcsolatot szeretne Kanadába kiépíteni, ugyanis a sport hátán be lehet jönni Kanadába. Én a mai napig 40 emberre beszéltem, abban volt 15 olyan KFT és BT, aminek terveiben van az, hogy Kanadába ki szeretne valamilyen úton jutni, de végül senkivel nem tudtam egyről a kettőre jutni. Borzasztó nagy a bizalmatlanság, és szinte bántó az a bizalmatlanság, ahogy ez a kérdéshez hozzáállnak. Mennyi időd van még itthon?
Hát még egy pár heten van, azt hiszem, holnap végén. Hogy... Hát a holnap végén valószínű, hogy visszamegyek. Még mielőtt erre válaszolnék erre a kérdésed, és azt befejezném az előbbi gondolatot, hogy mivel egy non-profit felzeltől van szó, és egy nagyon jó franchise-t vettek át, azt hiszem a németektől vettek át a franchise-ot, és annak alapján próbálják megszervezni. Tudni kell, hogy minden nációnak van csapata, csak a magyarnak nem lesz. Uh-huh. A horvátok két csapattal, a szerbek két csapattal, a görögök, törökök, irániak, horvátok, portugálok, olaszok. Mindenki a saját nációjában lévő játékosokkal játszik, vagy vannak idegen légiós? Vannak légiós, de hát vannak, megmondom őszintén, hogy ugye rengeteg bevándorló van Kanadában, rengeteg fekete afrikai van, akik között nagyon-nagyon jó játékosok is vannak. Természetesen foglalkozni kellene velük. Én azt a lehetőséget is megvillantottam itt egy-két embernek, hogy mivel csak 9 profi játékos lehet egy csapatnál, uh-huh. a többinek amatőrnek kell lenni. Én bevállalnék egy 7-8 ilyen fekete afrikai fiút, akit aztán ide a magyar piacra nagyon olcsón ide lehetne hozni, uh-huh. aztán a tovább lépés lehetőségét Igen. megteremteni, de hát ebben se tudtam senkinek az érdeklődését felkelteni. Nagyon jó képességű játékosokkal van uh-huh. tele egész Kanada. Lehet, hogy nagyon messze vagy? Nem az, hogy messze vagyok, hanem olyan a fajta bizalmatlanság, hogy nem érzik át ennek a dolognak a lehetőséget se érzik, és a felelősséget se érzik át, hogy van ez a három ember, aki tényleg 7 nappal át éve. És más nincs Kanadában, aki tudja segíteni? Ezt szerettem volna folytatni, hogy én a mindennapi kapcsolatban vagyok velük, a legkomolyabb érdeklődő egy arab férfi volt, uh-huh. aki ezt a 100 000 dollár körül összeget zsebből kifizetné, uh-huh. de arab csapatot akar. És ezek a fiúk azt mondták, hogy a magyar identitást nem adják oda, akkor inkább maradunk itt a amatőr ligában, uh-huh. és akkor várunk még egy évet, hát egy év alatt találunk valakit, aki megpróbálunk rajtuk segíteni. De mindenképp a legfontosabb, hogy a magyarságot meg szeretnénk őrizni, és ez a legfontosabb cél. Ha fel kell adni azt, hogy nem hiszem, hogy azt ők bevállalják, hogy ők feladják ezt a lehetőséget, hogy szintiszta magyar csapatként. Legalábbis a kezdőcsapat magyar legyen, azt a lehetőséget nem hiszem, hogy ők föl fogják adni. Úgyhogy még amíg itthon vagyok, másodikán van egy konferenciám, ahol meghívtak előadónak, és azt még megvárom, és akkor utána valószínű visszamegyek. Valószínű, vagy biztos, hogy visszamegy? Hát azt megtanultam Amerikában, hogy a nagyon, rossz, nagyon sok rosszban is megpróbálni keresni a legjobbat, valami jót keresni, hát én meglátom, hogy még van ez a pár hét, hátra találok valakit, aki tud segíteni ezeken a gyerekeken, mert megérdemli. Naci, most neked ez a fontos, legfontosabb, hogy segítsél próbálni, de és mi van akkor, vagy az, hogy elad magad Magyarországon, mi van akkor, hogyha azt mondják neked, hogy itthon van csapatod, gyere ide hozzá. Most, ha nem ismerélek, akkor azt mondanám, hogy te szórakozol velem, vagy szórakozni akarsz velem. Hát idáig ugye az volt az indok velem szemben, hogy nem volt prolicenszem. Most már mindenféle papírom van. Még azért hagyj így a Kanadával kapcsolatban, hogy Kanadában nem fogadták el a prolicenszet. Mert? Mit mondtak? Hát azt őket nem érdekli. Uh-huh. Amikor aztán a... Nekik mi kellett? Milyen papír kellett? Semmi. Azt mondták, hogy amikor megkaptam a bevándorlási hivataltól a 2 éves munkavállalási papírt, azért nem is tudtunk 18 mérkőzést, uh-huh. tehát első 4 mérkőzésre nem ültem a padon, mert nem ültem le a padon, ki is kaptunk 3-szor, meg volt egy döntetlen. És azt mondták, őket nem érdekli, menjek el egy ottani tanfolyamra, és hogyha azt megcsinálom, akkor, uh-huh. akkor megkapom. Amikor megkaptam a munkavállalási engedélyt, akkor egy kicsit enyhült a dolog, akkor legalább már nem szóltak rám, uh-huh. akkor engedték, hogy ott legyek. De milyen érdekes, hát ők azt mondják, az egy amerikai más világ. És elvégeztem a tanfolyamot? Nem. Hát tudni kell, hogy a Kanadában én voltam az egyetlen prolicenszes edző, senki más nem volt. És hogy mondjak még egy dolgot, amit szintén Amerikában most tanultam meg, hogy el kell mondani mindent, amit az ember ért. A önéletrajzom, a szakmai önéletrajzom. Ma egy olyan szövetségben van letéve, hogy ha szerencsém van, biztos, hogy benne vagyok abban a háromban, kiből választanak, és ha szerencsém van, akkor egy nagyon komoly csapatnak lehetek én a szövetségi kapitánya. De ez pár napon belül eldől. Tehát
a papíraimban úgy szerepelek, mint Kanadában élő magyar. Tehát nem magyarországi magyar, hanem Kanadában élő magyar. És így, ezt te kérted, vagy ez véletlenül? Nem, ez véletlenül, ugye nem gondoltam, hogy én a munkavállalásit meg fogom kapni, azok után, hogy nem fogadták el a prolicenszemet, de mikor a munkaügyi hivatalba bekerült, és kiderült, hogy egész Kanadában nincs egyetlen egy prolicenszes edző sem, azonnal megadták, ilyen 3 hét leforgás alatt. Na, akkor lebeg Kanadában megcsináltad azt a karriert, amit itthon Magyarországon nem tudtál? Hát ez messze van, de odáig eljutottam, hogy a szövetség asztalán van a papírom. Na. Tehát a döntés, a döntés, a döntésben benne lehetek én is. Ez a héten valószínűleg héten el fog dőlni. Az akkor egy jó érzés lenne, ne? Hát megmondom őszintén, én nem ismerek rá gondolni, mert ugye én magyar vagyok. Én, ha valaki tisztában van azzal, hogy mit jelent külföldön magyarnak lenni, én tisztában vagyok. Igen, jó pár ugye évet leúztál. Tíz éve dolgozom külföldön, hiába nyerek én, meg hiába vagyok tényleg mindenhol a példakép, meg mindenhol engem néznek, meg mindenhol azt mondják, hogy így dolgozni embert még nem láttak. Ez Magyarországon senkit nem érdekel, de magyar vagyok. De magyar vagyok, és ezt a legnehezebb legyőzni. És ugye az ember hiába próbálja ott is azt a magyarságot, ott nem lesz büszke. Ott nem lesz büszke, külföldi vagy. Hát hiába akár mit csinálsz, elmesélek egy sztorit, tehát dolgoztam ugye Dubájban, és ott a milliárdosok mindegyik jöttek, minden edzés után ott ültek, minden edzésen ott ültek a pálya szélén, ebben a kis foteljaikbe legyezték őket, meg mit tudom én, rohangáltak az emberek a tejával. És mindegyik azt mondta, hogy te kócs, hát így még ember nem láttunk dolgozni. Hát mondom, és? Azt mondja, hát és mondom, hogy itt már volt olasz, francia, brazil, német, argentin edző, de így még ahogy te dolgozol, így még senki nem dolgozott. Mondom, és hát az egy bajom van, hogy magyar vagy. És mondom, hát még nem, az nagyon fizetést. Azt mondja, nem, azt mondja, magyar vagy, neked ennyi elég. Na most ebben nem lehet mit kezdeni. Nem lehet. Ezt kint kezdeni. Is érzed Kanadában is? Kint is, igen, érezni, igen. Meg kell mondjam őszintén, hogy Kanadában egyetlen egy profi csapat van, az amerikai, az MLS-ben játszik a Toronto, és annak az edzőjének sincs semmiféle papírja. Az Iron Winter volt az edző, 10-ből 10-et vesztettek. Iron Winter ugye, aki régen az a nagy Ajaxban játszott, és 10-ből 10-et vesztettek. És amikor egyszer kimentem egy edzésre, megnéztem, és tudták, hogy én ott vagyok, és a prolicenszes edző vagyok, a Fokhegyre oda vetette nekem az amerikai edző, hogy te normális vagy, mit keresel itt? Hát szóval... Lehet, hogy csodát teszel kint? Nem teszek én csodát, hát nem tudok én csodát tenni, én csak nem? Dolgozni tudok. Én csak dolgozni tudok, ha van lehet csodát tenni, akkor csinálok, de egyébként nem. Nem vágyom rá. Most dolgozni szeretnék. És visszatérve a te kérdésedre, Magyarországon meg most hallom, hogy a legutóbbi magyarországi munkahelyemen ki lesz az edző. Annak semmiféle papírja nincsen. Majd megint az jön, hogy még más néven, nem érdekes, más néven fogja csinálni egy másik ember. Ez lehet. Nekem meg azt mondták, hogy én nem csináltam semmiképpen, mert nincsen prolicensz. Hát szóval ez az ember csak, és én csak saját magamat szídom mindig, én soha nem példálozok másokat, tehát én mindig magamra próbálom a dolgokat kivetíteni. Na de hogyha most ezt megcsinálják, akkor az emberek hogy néznek egymás szemébe? Hogy? Hát nem tudom, hát egyszerűen felfoghatatlan. Itthon Magyarországon, megmondom őszintén, amikor kint voltam, akkor voltak megkeresések, De nem éreztem egyiket se komolynak. Úgyhogy én azt hiszem, nagyon őszintén mondom azt, hogy én a magyarországi karrieremet azt fel is adom. Tehát nem látom értelmét, én nem fogok. De az állampolgárságodat nem? Azt nem, a soha. Hát az, hogy én magyar vagyok, arra én nagyon büszke vagyok. És akkor kimész Kanadába vissza? Hát, hogyha nem lesz, ha úgy alakul, van még más lehetőségem is, hogyha valamelyik, ha meg kell mondjam őszintén, hogy az arra világban vannak lehetőségeim, de valamitől, valami azt súgja, hogy most jobban jobb nem menni. Nem tudom mi. De hát Kanadában lehet, hogy akkor lesz egy nagyobb, komolyabb megbízatásod? Hát vagy, mondom, igen, én erre nem is merek gondolni, majd ha meg lesz, akkor majd rá gondolok. De akkor az nagy lesz akkor. Az nagy duranás lesz akkor. Nagy, az nagyon nagy. Igen. Azért viszont érdemes kimenni és ott élni kint. Hát persze. De akkor az egyik kérés az volt, hogy akkor 4 évet kint kell maradni. Én akkor szó nélkül azt mondtam, hogy igen. Persze, hogy mondtad is, mert itt előbb, hogy már lezártad itt tulajdonképpen Magyarországi. Hát itt én nem fogok munkát kapni, az biztos. Hát ez szeretnék itt maradni, de hát én soha nem veszem fel a telefont, én nem telefonálgatok senkinek,
engem megtalálnak, hála Istennek, aki meg akar találni, mint ahogy te is megtaláltál. Ugye neked nagyon sokszor mondtam, hogy nem jövök el, és ez a rossz szokásom megvan. Én nem tudok dörgölözni, nem vagyok képes. Mit lehet tudni arról, hogy hogyan és milyen körülmények között élsz Kanadában? Hát megmondom őszintén, most nagyon jó körülmények között éltem, egy lakóparkban laktam, gyönyörű lakásban, gyönyörű szép helyen. Egyedül? Egyedül, nagyon szép helyen, igen, nagyon szép helyen. Csak egy kicsit messze raktam Torontótól, ez volt az egyetlen probléma, de egyébként más probléma nem volt. Meccseknek milyen a hangulata, mennyi néző megy ki, milyen a pálya? Hát ez is érdekes kérdés. A meccsek hangulata az semmilyen. Az európai embereket érdekli valamelyest a futball, de különösebben az kanadaiakat egyáltalán. Ott Torontóban is van 6-8 akkora fedett pálya, mint a stadion, mint a Népstadion, be van fedve, és ott éjjel-nappal futballoznak. Komoly pénzekért adják ki, minden pálya föl van osztva három részre, és akkor a nagy pályán akarnak játszani, akkor eltolják a függönyöket, és akkor a nagy pályán játszanak, elég borsos pénzért, de hát az emberek összeadják. De néző nincs. Néző nagyon kevés van. A pályák azok május 1-től nyitottak, minden az államé, és sehol nincs öltöző, a kocsikba kell öltözni, szóval eléggé nehéz viszonyok vannak, és épp a profiliga ezt akarja kiküszöbölni, hogy mindenkit kényszerít arra, hogy olyan pályákat válasszanak, ahol öltöző van, ahol eredményjelző van. És ezt lehet tudni, miért alakult így? Hát azért alakult így, mert ott az első számú sport ugye a jégkorong. Hát benne a város közepén van egy akkora sportcenter, amire 72 000 néző elfér. Amikor futballmeccset játszanak, akkor futballmeccset csinálnak a stadionban, amikor a Raptors ott játszik, akkor a másik a jégkorong csapat ott játszik, állandóan teltház van, tehát jégkorongon állandóan teltház van, és még van mellette még 10 csapat ott, aki és a környező városokban is, Hamiltonban meg Brentfordban, mindenhol vannak emlényes csapatok, és akkor ott mennek a sportélet, akkor, van. De nem, európai oldalon nem lehet. Tehát futballpályán, akkor kevés néző, akkor mindent hallasz. Mindent lehet hallani, persze, mindent. Akkor az ilyen családias... Olyasmi, igen. És akkor utána, ami ugye amatőrökről van szó, igen. Akkor utána bejönnek egy étterembe, előszégatnak, elbeszélgetnek, és akkor kész. Laci, a te szakmai tudásoddal mit és hogyan tudsz oktatni ezeknek az amatőröknek? Mert ugye nem mindegy, mert ugye az ő képességeik behatároltak. Igen. Viszont te rendelkezel egy jóval magasabb tudással. Ezt hogy oldod meg? Hát én mindig mondtam nekik, hogy én nem fogok leereszkedni hozzájuk, közéjük ezen a téren. És eleinte nagyon nehéz volt, meg kell mondjam őszintén, borzasztó nehéz volt, de a végére az összerázottak, amikor látták, hogy van értelme, akkor mi edzettünk egy héten háromszor, illetve egy héten négyszer edzettünk. És jó, edzésként mit csinálsz? Mit próbálsz velük megtanítatni? Mindent, amit normálisan meg lehet. Én akárhol dolgozom, én nekem az a csapat a Real Madrid. Jó, kézkiforrott felnőtt játékosokat mennyire lehet? De ha rendszerbe be tudod őket tenni, akkor már nagyon nagy probléma nincsen. És ugye mi maximálisan ilyen támadó játékot játszottunk, a legkis ilyen győzelmeink voltak, a második helyzetet 8-0 vertük meg, tehát olyan különbségek voltak a csapatok között, hogy végül is ez a csapat nyerte meg a valóságot, akit 8-0 megvertünk. De az egy horvát csapat volt. De azt kell mondjam őszintén, hogy ha lenne ez a profiliga, és a komolyabb munkát kellene csinálni, ahhoz már kicsivel komolyabb játékosok is kellenének, akkor abban a profiligában ott valamit produkálni, az már lenne eredmény. Az egy nagyon komoly eredmény lenne. Jó, csak hát te magadban személyiségényes vagy. Most akkor innentől kezdve van egy képzett edző, aki igazából nem tudja önmagát megvalósítani. Hát ez egy dolog, igen. Itt most ugye én mindig őszinte voltam, most is az leszek, élni kell. Értelek. Hát ha itt nem kapok munkát, akkor el kell mennem, oda kell elmennem, és hogyha ezt a munkát én elfogadtam, akkor ezt kell nekem 100%-ig megcsinálni. Minden erőm azon lenne, hogy ezek a gyerekek jobban játszanak. Nem lehet könnyű, egyedül vagy kint, stb. Barátok vannak, már alakulnak? Hát vannak, nagyon, nagyon, nagyon kedves barátom van ott. Még itt olyan ismert Budapestről, és aztán. Meg az, hogy ugye azért ott tudták, hogy én ki vagyok, és úgy is közeledtek felém, hogy és ez a barátom különösen Vécse is voltak hívják, ez különösen sokat segített nekem, nagyon sokat.
jársz jégkorong mérkőzésekre? Nem szereted nem, azt támogatni? Nem, megőszintén van 68 sportcsatorna van a tévében is. Az egyiken éjjel-nappal az megy. Aha. És ugye az ember ki akar kapcsolódni, nézni, de én nem tudom nézni a jégkorongot a tévében, nem látom a korongot. Igen, olyan gyors olyan a játék, gyors, hogy nem látom a korongot a tévében. Igen, de az összes kosárlabdát, amit lehetett, megnéztem, ami érdekelt, azt megnéztem. Rengeteg futballmeccset, az európai meccseket, külön minden meccset adnak, spanyol, mi volt olasz, az, amit Kanadában, angol, amit láttál, és úgy tetszett neked, úgy. Hát a Kanadában az a hihetetlen nyugalom. Jó élményt adott neked. Igen, a hihetetlen nyugalom, ami ott van. Tehát ott az Európa bajnokság alatt, amikor egyszer mentem edzésre, és nem, akkor volt kocsim, és akkor kocsiba mentem. A portugál negyed, úgy kell elképzelni, a portugál negyed a bal kezemre esett az úton, a olasz negyed meg jobb kezemre, és mind a kettő ünnepelt, óriási. Alig mentem, aztán másik alkalom, amikor mentem, akkor meg ott lelőttek egy palit, fényes délután, olyan hangosan üvöltött ott a portugál, mit tudom én milyen meccsefoglal, ment, azt lelőtték. De ott előttem lehetett, 5-6 perc előttem, mert akkor még, mikor én odaértem, akkor zárták le az utat. Tehát, de halál nyugalom van, az emberek. Főleg az ázsiai emberek, azok nagyon-nagyon tisztelik az európaiakat. Hogy mondjak valamit, hogy minden reggel futottam, egy gyönyörű helyen laktam, eszméletlen szép helyen laktam. És egy erdő volt a közelben, folyóval, minden, nagyon szép helyen laktam. Minden nap mentem eredetlen, ezzel mind ott szoktam. És az első héten az ott lakó kínaiak is, akik mennek ki, sétálnak állandóan, az első időben mindig beálltak, amikor látták, hogy fújjövök, akkor beálltak a bokrokba, úgy féltek. De a második héten már elkezdtek köszönni. A harmadik héten már elkérdezték, hogy vagyok, mit, honnan jöttem, merről jöttem. Európaiak azok nem, azok rá. Azok rá néznek, azt mennek tovább. Nem de az ázsiaiak azok, mintha egész más náció. Úgyhogy nagyon sokat tanultam, azt meg kell neked mondani. Azt tanultam meg a legjobban, hogy minden rosszban meg kell találni a jót, azt a pici jót. És arra építkezve föl lehet építeni. Mennyire figyeled azért a magyar labdarúgásban történt hát, eseményeket? Kicsit félve mondom, hát szinte mindent. Tudtam, az internet ugye az ott van a lakásban. Igen. Ott az internet tényleg, ott már tényleg az ember társa az internet. Akkor mindent tudsz akkor. Mindent tudtam. Ha valamit nem tudtam, akkor rögtön telefonáltak, vagy küldtek az interneten. Mindent tudtam, úgyhogy sokat bokszankodtam is, sokat gondolkodtam is, hogy miért is nekem ebben helyem. Én vagyok a hibás mindenképpen, mert alkalmazkodnom kellett volna, nem tudtam megcsinálni. Mindig tudtam, hogyan kell viselkedni, de soha nem tudtam megtenni. Hát ez ilyenek születtem, most már itt fogok elmenni, most már ezzel nem tudok változtatni. De amikor hazajöttem, akkor a Csurka Gergely csinált velem egy interjút, aminek nagyon nagy utóélete volt, még a mai napig is kapok gratulációkat azért a cikkért. Aztán volt egy másik, ami a Digi Sporton ment, amit most a Karácsony és Ilyet között nagyon sokszor ismételtek, épp ma is kaptam rá egy reflexiót. Hát elmondtam ugye a Csurka Gergelynek, hogy ennyi pénz, mint amennyit most a sportban és az ember a labdarúgásban benne van, ennyi pénz még soha senki nem tett be. Én is félve mondtam, hogy tudunk-e élni ezzel a hihetetlenül beszabadul pénzzel. Tehát erre félve mondtam, jövő adja meg a választ. Igen, így van. Félve mondtam azt, hogy nálunk a teljesen máshogy alakult ez az akadémiai rendszer, hogy 10 éve csinálják, vagy 12 éve csinálják, és még egyetlen egy komoly játékos nem jött ki belőle. Valószínű, hogy erre is reflektálva volt az NBA.hu-n egy nagyon-nagyon jól összeszedett, nagyon-nagyon jól megírt írás. Az összes akadémiai vezető írta, nagyon jó írás volt, de választ ők se adtak. Ők se adták meg azt a választ, amit én föltettem. Arra a kérdésre, amit én föltettem, hol vannak a játékosok. Most azt mondják, hogy majd 6-8 év múlva majd lesz. Igen, mindig ezt mondják. De mindig ezt mondják, hát akkor én azt lehet, hogy meg se élem. Igen. Zárásként fél percünk van. Akkor azt mondod, hogy Magyarországon most akkor nincs egy-két nagyon jó képességű, tehát valóban sztárnak nevezhető labdarúgó? Közelbe sincs. Tehát senki nem az. Hát közel. Hát hogyha most bocsássunk meg a világ, hát ezek az edzők, akik ma dolgoznak a csapatoknál, hát azok nem is láttak futballistát. Az nem az ő hibájuk. Én még abban a szerencsés helyzetben, hogy egy Törőcsik Andrással dolgozhattam, egy Illés Bélával, egy Halmaival, egy Bodával, egy Szejber Gyulival, csak tehát a Bodnár Gyulival. Tehát a nincs, hát mondod, nincs. Mi ezt tudná? Hát mi ezt tudná? A másik meg, ami nagyon
élesen bennem megvan, és nem nehezen tudom megválaszolni, hogy ez a külföldi edzőket idehozzák ezekért a hatalmas pénzekért, és elájulnak az elnökök, ott, hogy ezek reggeltől estig a pályán vannak. Hát ez a munkája, nem? Más is. Hát már a munkás bemegy reggel, 6-2-ig voltál. De te is jöjj, hogy kimentél, hát és oda ott éltél. De te arra sem, akkor senki nem mondta, hogy akkor azt mondták, hogy ez hülye, mert reggeltől estig itt van. Most meg a másik, az én fizetésem 100-szorosáért, itt van, akkor meg hallelujázik mindenki, és semmivel nem jobb eredményeket csinált, mint a magyar edző. Igen. Tehát itt olyan visszaságok vannak, amire az ember nem találja meg majd a választ. Talán az idő. Viszont a mi időnk lejárt. Laci, nagyon hamar minden esetre kíváncsian várom a jövőt, és szurkolok neked. Sok sikert. Hát köszönöm, hát más nem tudsz lenni, de köszönöm szépen, hogy elhívtál, és én meg hosszú ideig, rengeteg invitálásod ellenére most eljöttem. És bocsáss meg, nem azért nem akartam veled beszélni, hanem azért nem jöttem, mert nem láttam értelmét. Bízunk benne, hogy most jobbra fordul minden. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. További sportosat. A Dinosport Híradó támogatja a Nemzeti Sport.